Jó napot kívánok, Koltai Anna vagyok. A mai közlekedés 21-ben lesznek frontális ütközések, flörtök, szőkenők, diszpécser a zsebben és forgalmi engedéllyel ellátott szekerek is. Nézzük a mai tartalmat. A zsebemben a diszpécser, BKK futár a kijelzőkön és a mobilon is. Új motorvonatok a MÁV start kötelékében. Kell-e forgalmi a szekérhez? BKV-val utaznék, és nem is tudom, merre induljak. De a telefonom tudja, vagyis a futár alkalmazás. Megtervezi, mivel érhetek a leggyorsabban célba, de úgy, hogy a dugót és az útfelbontást is látja. Régen és most a régi rádiós rendszer helyett számítógép vezérelt irányító, járműkövető és utasinformáló rendszert épített ki a BKK. Ez a futár. Budapesten a buszok, villamosok, trolibuszok irányítását egy 60-as évek technológiáját képviselő rádiórendszerrel oldották meg a BKV-nál korábban. Nem látták a diszpécserek, hogy hol, merre járnak a buszok, villamosok. Éppen ezért az utasokat se tudták erről tájékoztatni. És ha bármilyen zavar volt, akkor felhívták a buszvezetőt és megkérdezték, hogy hol vagy, merre jársz, és ebből próbálták fejben összerakni, hogy mégis a vonalon merre járnak a buszok és milyen beavatkozást kell tenni. 3 év alatt a járművekbe ilyen komputerek kerültek, és elkészült a modern diszpécser központ is. Az utcákra 263 kültéri kijelzőt telepítettek, és van már futár mobilra is, a Google térképpel szinkronban. Vegyük őket sorra. Az alap a járművek fedélzeti számítógépe. Egyrészt egy műholdas nyomkövetés biztosít, tehát mutatja, hogy a jármű hol van és követi, illetve ez a fedélzeti számítógép vezérli az összes olyan eszközt, ami a járművön van, tehát nem a járművezető pöttyögébe, hogy melyik vonalon van és éppen melyik megálló következik, és ha kihagy egy megállót, nem neki kell léptetni, hanem a rendszer automatikusan a műholdas jel alapján ezt megteszi. A hangos utas tájékoztatást ez a rendszer vezérli, bemondja és jó minőségben, és mindig azt a megállót, ami következik. És íme a rendszer másik vége, a diszpécser központ. 30 szakember dolgozik itt állandó ügyeletet tartva. Csúcsban 1550 jármű van a felszínen, amit innen irányítunk, tehát ez 30 diszpécserre levetítve, mint egy 50 jármű per diszpécser. Tehát az látható, hogy 50 járművet felügyelni azért rendkívül nagy felelősséggel jár. A felügyelet valós idejű és folyamatos. Ezen a sematikus ábrán például a 7-es busz megállói és a vonalon közlekedő buszok láthatók. Tehát ha a 7-es busz aktuális közlekedésére ránézünk, látható, hogy ez az autóbusz túlságosan ráfutott az előtte levőre, illetve mögötte egy nagyobb indítási hézak alakult ki, hiszen ő lemaradt. Tudunk neki szólni, hogy maradjon le 1-2 percet. A diszpécserek azt is látják, ha egy járat kimarad, méghozzá azonnal. Volt már ilyen, hogy ebből derült ki, hogy egy járművezető rosszul van esetleg, azért nem indult el, vagy csak akár elaludt az autóbuszában a műszaki pihenő alatt, de itt rögtön 3 perccel indulás után kapunk egy riasztást, hogy nem indult el a jármű, és pillanatokon belül sikerül beavatkozni. A kimaradt járatot így azonnal lehet pótolni, az utasokat pedig a rendszer 3. elemén, a kijelzőn át lehet tájékoztatni a késésről. Ez a rendszer úgy működik, hogy a diszpécser központból a kollégáim egy üzenetet mondjuk kiküldenek, hogy a belvárosban futóverseny miatt a járataink közlekedése megváltozott, és kérjük, tájékozódjanak, mielőtt útnak indulnak, akkor ezt mondjuk 10 percenként az összes budapesti járat hangos bemondó rendszere el tudja mondani, vagy akár csak egy meghatározott földrajzi környezetben az összes járat. A táblákon azonnal megjelenik, amit a diszpécser beír. Az utasok azonban még nem szokták meg teljesen a táblákat. Az a biztos, ha a felirat mellé szólnak nekik, mint régen. Ezért hangszórókat is telepítettek az infotáblákra. A kijelzők fel vannak szerelve hangszórókkal is, tehát 3-5 percenként egy forgalmi zavarnál az utasoknak hangos utas tájékoztatást is tudunk adni, amit szintén itt vesz fel a diszpécser a saját hangjával, és hogyha megfelelő nem akad el a szöveg bemondása közben, akkor azt beprogramozza, hogy hány percenként, hány órától hány óráig adott intervallumban kiküldésre kerül a hangszórókra. A rendszer 6,7 milliárd forintból 3 év alatt újult meg. És van egy bónusz is benne, a mobil applikáció, melyet a késés miatt fizetett kötbér visszaforgatásával készítetett el a BKK. Éppen tegnap kaptam egy olyan észrevételt egy utastól, hogy ez milyen jó neki, mert a megálló, ahol felszáll reggelente, ott nincsen fedett utasváró, és a esőbe vagy bármilyen rosszabb időbe kimenni és ott várakozni az a legkényelmetlenebb dolog, de közben pedig a lakásától 2 perc gyalogútra van a busz megálló, úgyhogy most a mobil applikációt nézi otthon, és amikor a busz befordul 2 sarokkal arrébb, mindig akkor indul el, és mindig pont akkor ér oda, hogy akkor jön meg a busz a megállóba. Tehát az emberek szokását tudjuk átalakítani a tömegközlekedéshez való viszonyát egy ilyen informatikai rendszerrel. A futár rendszerébe a tervek szerint integrálják hamarosan a metró járműkövetését is, és további kijelzők kerülnek majd a megállókba. Az új járművek pedig már mind futár kompatibilisek lesznek, így a jövőre érkező 47 villamos és a 200 új busz is.
Jön a tél, a csúszós utak és a rossz látási viszonyok. Felkészültek rá? Jobban kell majd figyelni, hogy elkerülhessük a baleseteket. Megnéztük, hogy a nagy autógyárak mérnökei hogyan segítik ebben a sofőröket. Biztonsági 5 percünk következik. Lehet frontális, lehet offset, azaz félátfedéses frontális, vagy útelhagyásos átpördüléssel. És persze lehet belemenés. Az ütközéseket tucatszám szimulálják a gyártók különböző sebességgel és szögben. A cél az utasok védelme, minden esetben. Persze az első számú szempont elkerülni az ütközést. Ehhez éles szemre és jó reflexekre van szükség. Ha a sofőr érzékeit és reakcióit jó védelmi rendszer egészíti ki, megtöbbszöröződik az esély a balesetmentes közlekedésre. A radar 150 méterre, a kamera 60 méterre lát előre. A radar gyakorlatilag arra alkalmas, hogy nagyon pontosan megmondja egy adott észlelt tárgynak a sebességét és a helyét. De hogy az adott tárgy micsoda, azt a kamerának kell eldönteni. Tehát igazándiból a radar egy kezdőlökést ad a rendszernek, hogy itt van valami, és a kamera mondja meg, hogy amit én látok, az egy ember, egy gyalogos, egy parkolóautó, egy mozgóautó, és mi történik vele. És ezek alapján dönt el a rendszer azt, hogy neki be kell avatkozni. A rendszer először hanggal és fénnyel figyelmezteti a sofőrt. Ha a sofőr nem lép, a rendszer előfékezi az autót, megnövekszik a féknyomás. Ha a vezető még mindig passzív, helyette az automatika fékez az utolsó pillanatban teljes erővel. Típustól függően hátrafelé is lát helyettünk a radar, ha kell, akár 80 méterre is. Ha az autópályán ki akarnánk menni egy gyorsabb autó elé, figyelmeztet a rendszer. Ha mindezek ellenére mégis bekövetkezik a baj, az utasok védelme az elsődleges cél. No és az elütött gyalogosoké vagy bicikliseké. De erről kicsit később. Előbb nézzük az utasokat. A legfontosabb dolog az a karosszéria kialakítása. Itt ma már gyakorlatilag a kocsi elején oldalán nagyon-nagyon jól megtervezett gyűrődési zónák vannak, amelyek elnyerik az energiát, illetve maga az utas tér kerete, az utas váza, az igen-igen kemény, nagyszerűségű acélokból készült. Ezek gyakorlatilag bóracélból készülnek, ez forróhegy keménységű acél, ami nagyon-nagyon szilárd. Tehát emiatt, ha egy nagy karambol van, akkor az autónak az ajtaját a karam után is simán ki lehet nyitni, mert ezek a pontok nagyon nehezen mozdulnak el. A pirossal jelölt rész a bóracél. És az eredmény a gyakorlatban. Egy Total Car közeli autó, amelybe a pályán hátulról belementek és beletolták az előtte várakozó sorba. A légzsákok kinyíltak. De az ajtó nyitható, és a sofőr sérülések nélkül megúszta a balesetet. Nézzék, az első ülés egészen hátradőlt. Ez az úgynevezett ostorcsapás elleni védelem. Az egyik legrondább balesetnek számít ez, amikor a nyakcsigolya megroppan, egy nagyon komoly sérüléseket okozhat tartós betegséggel. Ezek ellen vannak a különböző ostorcsapás elleni védelmi rendszerek. Vannak gyártók, ahol a fejtámasz mozdulás speciális himbarendszerrel, vannak olyan gyártók, ahol a hátsó üléstámla gyakorlatilag acélbetétek összegyűrésével először hátrafelé dől, majd hátrafelé mozdul el, és így nyeli el a hátsó ütközés energiáját. És az ülés védhet az útról letérő autóban megszerezhető gerincsérülésektől is. Ha beesik az országútról, leesik az útról és beesik egy gödörbe vagy akárhova, akkor az ülés a függőleges irányú terelés esetére függőlegesen képes deformálódni, hogy így ne kapjon a vezető vagy utas túlságosan nagy gerinc terhelést függőleges irányban. És íme a gyalogos és biciklis védelem. A kulturált autóra ma már nem vadrácsot szerelnek, hanem gyalogos légzsákkal látják el. Ami azt jelenti, hogy a föl repülő gyalogos, az ráesik a gépháztetőre, amelyik behorpadással csillapítja az ütés erejét, majd utána a gyalogos a légzsákon landol, és nem a nagyon kemény A és A oszlopokon meg a szélvédőkön. És a rendszer még arra is képes, hogy megkülönböztesse a villanyoszlopot és a gyalogost, hogy feleslegesen ne nyíljon ki a légzsák. Apropó légzsák. Biztonsági öv nélkül semmit sem ér, és nem csak a nagy sebességnél nyílik. Az ütközés energiáját számolja ki a légzsák vezérlő rendszer, és két robbanással fújja a zsákot keményre vagy puhábra. Ha két töltett robbanása közötti időkülönbségtől függ az, hogy a légzsák mennyire lesz kemény. Ha gyorsan kell elrobbanni két töltetnek egymás után, akkor a lufi nagyon kemény lesz. Ilyenkor, hát hogy mondjam, kicsit jobban megdörzsöli a kliensnek az arcát, de viszont nagy energiát képes elnyelni.
hogyha kisebb az ütközés energiája, akkor a két robbanás között eltelik egy kis idő. Ez 125 millisekundum, tehát nem lehet hallani a két robbanás között különbséget, de ilyenkor kevésbé lesz a légzsák kemény, tehát kisebb lesz az utas arcán, orrán, stb. Sérülés, viszont cserébe ugye meg tudja fogni már ez is a kis energiaütközést. És íme a jövő, a valódi automobil, az önmagát vezető autó. Közelebb van, mint gondolnánk, de addig is ne feledkezzenek meg róla. Az automatika, a balesetvédelmi rendszerek nem helyettesítik a vezetőt. Csak akkor lépnek működésbe, ha a vezető nem elég figyelmes, gyors és rutinos, hogy elkerülje az ütközést. Addig jó, amíg a működésüket nem kell megtapasztalnunk a gyakorlatban. Székesfehérvárra kell mennem. Hamar odaér az ember autóval egy óra. Feltéve, ha nincs dugó a kivezetőn. Vonattal viszont ez sem probléma. 39 perc és ott vagyok. Ön melyiket választaná? Így robog a Flirt motorvonat az Alpok hegyei között, akár óránként 160 km-es sebességgel is. A 10 éve kifejlesztett típus első példányát a svájci vasúttársaság rendelte a Stadler gyártól. Azóta ilyet használ a német szövetségi vasút és a lengyel államvasutak is. Flirt jár Olaszországban, Finnországban, Norvégiában. Modern, kényelmes, gyors és energiatakarékos. És persze ebből a típusból Magyarországé lesz a legnagyobb flotta. 102 ilyen járművünk lesz 2015 végéig, Európában a legnagyobb, és tulajdonképpen örülünk, hogy ugyanabból a típusból lesz ez a 102 darab jármű. Ennek sok előnye van, karbantartási előnye, a szakemberek kiképzésével kapcsolatosan nagyon sok előnye van, meg azt gondolom, hogy az utazóközönségnek sem mindegy, hogy hagyományos járművekkel közlekedik, régi elavult kocsikba, vagy pedig ezekkel a korszerű modern járművekkel. A 2006 óta üzembe állított 60 jármű nagyon megnövelte az utazási kedvet idehaza. Sokan ülnek át erre a modern vonatra az autójukból. Nagyon nagy százalékban szokott ilyen esetekben utasforgalom növekedésünk lenni. Ez 10-20%-ban is mérhető azokon a helyeken, ahol új motorvonatokat vagy új szerelvényeket állítunk be. És van egy mostani példánk, hogyha infrastruktúrát is fejlesztünk, a vasútvonalunk is már korszerű, és motorvonatokkal közlekedünk, tehát nagyon jó minőségi szolgáltatást tudunk nyújtani. Ilyen például a Budapest-Kelenföld és a Székesfehérvári vonalunk, ott a tavalyi évhez képest 31%-kal növekedett az utasforgalmunk, úgyhogy azt gondoljuk, hogy jövő év végére, amikor az összes motorvonat már üzembe fog állni, akkor jelentős utasnövekedéssel tudunk számolni. A motorvonatok jól gyorsulnak, tágasak, kényelmesek és fékezéskor energiát táplálnak vissza a hálózatba. A korszerű járműveken akár hamarabb kezdődhet a munkaidő, vagy tovább tarthat az alvás. A kényelmes ülőhelyeken lehet netezni, vagy akár szundikálni az utazás során. Például most a Fehérvár-Puszta-Szabolcsi vonalra helyezzük ezeket az új flörtöket. Teljes egészében ezekkel fogjuk kiszolgálni. Ez annyit jelent, hogy a hagyományos szerelvényeket elvisszük onnan, és hát ennek olyan eredménye van például, hogy Budapestre Érdről 9 perc alatt be lehet érni, vagy pedig Székesfehérvárra 39 perc alatt el lehet jutni. Én azt gondolom, hogy ezek olyan számok, amik hát mindenképpen a vasúti személyszállítás irányába vezetik azokat a utazókat is, akik eddig autóval, netán autóbusszal tették meg ezt az utat. A flörtökkel ráadásul a vasutasok könnyen tudnak alkalmazkodni a nap folyamán hullámzó utaslétszámhoz. A reggeli, illetve a délutáni csúcsok, amikor az emberek munkába mennek és munkából térnek hazafele, nagyobb vonatokat igényelnek. Ilyenkor egy-egy járművet össze lehet kapcsolni kettes, illetve hármas szinkronnak megfelelően, ezzel akár 600 fős ülőhelyeket is el tudunk kérni. Az összekapcsolási idők 4-8 percet vesznek igénybe, ami operatívan nagyon gyorsan levonyolítható. Itt a mozdonyvezető látja teljes mértékben a műszaki próbáját a járműveknek. Ez azt jelenti, hogy nem kell külön személyzetet ide vezényelni, hanem teljes mértékben a fékpróbáját meg tudja csinálni a járműveknek, illetve a diagnosztikai rendszer visszajelez neki, hogy minden rendben van a vonaton. A flörtök a közép-magyarországi vonalakon leginkább Pest megyében járnak majd, de találkozhatunk a típussal a gyesebb vonalain is, hiszen az osztrák-magyar vasútvállalat is a MÁV-val egy időben bővítette a flottáját. Így az egész országban érezhető lesz a minőségi javulás, melyet áttételesen ezek a vonatok hoznak el a nyugat- és kelet-magyarországi régiókba is. Ugye ennek hatására több tucatnyi régi elavult kocsit le tudunk selejtezni, hiszen
amely kocsik, amelyek jobb állapotban lévő kocsik itt Budapest környékén, az elővárosban és a fővonalakon közlekedtek, azok fognak regionális közlekedésben tovább dolgozni, és a regionális közlekedésben lévő nagyon elavult kocsik pedig leselejtezésre kerülnek, úgyhogy több helyen tudjuk ezzel a szolgáltatás színvonalát erősíteni. A 42 új, már nem piros, hanem kék-sárga szürke flörtnek megvan már a pontos helye. Jó minőségű pályákra kerülnek, ahol ki lehet használni a kiváló menet tulajdonságaikat. 4-et már üzembe helyeztünk, ebben az évben még további 8-at fogunk üzembe helyezni. Ezek a Fehérvár-Pusztaszabolcsi vonalra fognak kerülni. Nagy darab számba 19 egység fog közlekedni a Budapest-Veresegyház-Vác vonalon, és amikor az esztergomi vonalnak az átépítése befejeződik, illetve a felső vezeték kiépítésre kerül, akkor oda 12 egységet fogunk helyezni. A MÁV tervei szerint a következő uniós ciklusban is vásárol majd új járműveket. Ezek egy része biztosan motorvonat lesz, de már új hazai gyártású Intercity kocsikra is érkezett megrendelés. Mit gondolnak, ha látnak egy autót, amelyik szerencsétlenkedik és harmadszorra sem tud beparkolni egy átlagos méretű helyre? 10-ből 9-en ilyenkor azt mondják, hogy na, szőkenő parkol. De biztos, hogy mindig a nők az ügyetlen sofőrök? Én nem hiszem. Szőkenő parkol. A keresők rengeteg találattal szolgálnak. Van ilyen, esetleg ilyen, és még ilyen is. Sőt, játszhatunk is. A szőkenőnek a pláza majdnem üres parkolójában kellene beállnia egy helyre. Ennyire ügyetlenek lennének a nők? Hát azért szőke fiatal emberek is parkolhatnak így. Nem tanították meg őket kellőképpen vezetni, inkább azt mondanám, nem fordítottak kellő időt arra, hogy megtanítsák, hogy hogyan kezeljék az autót lassú menetben, rutinozás közben. Kertesi Tünde szőkenő és oktató. Hát kaptam csúnya megjegyzéseket. Még volt, hogy el is sírtam magam, amikor elkezdtem oktatni. Nem tudjuk, szőkenő ül ebben a kocsiban, de biztos, hogy elég ügyetlen. De legalább kitartó. Már több mint egy perce próbálkozik. Vajon miért lenne biztos, hogy nő ül a volánnál? Ebben a kocsiban viszont biztosan nők ülnek. Jöjjön egy kis parkolás csajszi módra. Gyakran mondják, hogy a nőknek más a térlátása, ezért nehezen tudnak tükörből parkolni. Tünde ezt is másképp látja. Hát nehezen megy a tükörből parkolás, de nem is tükörből kell parkolni. Én erre azt gondolom, hogy ha tolatunk, akkor hátra kell nézni. Ha előre megyek, nem hátrafele forgolódok, hanem előre nézek. Ha hátra megyek, akkor meg nem előre nézek, hanem hátrafele nézek. A tükröket segédeszközként használjuk csak. Olyanok térnek vissza hozzá, akiknek már 20 éve van jogosítványuk. Bulik Judit is ilyen. 20 éve balesetmentes sofőrnek számít. De csak azért, mert nem vezetett egyáltalán. 3 gyerekem van, jó, hogy már nagyok a gyerekek, de nem kockáztatom se a saját életemet, se a más életét nem akarom kockáztatni senkiét, úgyhogy muszáj volt venni leckéket. Tünde azt mondja, a női oktatási stílus lényege a türelem. Türelmesebbek vagyunk, empatikusabbak vagyunk, szerintem nem munkadarabnak tekintjük a tanulót, hanem személyre szólóan oktatunk. Judit is ezt kereste, amikor női oktatót keresett. Én az interneten eleve így kerestem, felmentem, megnéztem, hogy milyen lehetőségek vannak, láttam egy csomó autós iskolát, megnéztem a kommenteket, általában nagyon-nagyon rossz kommentekkel találkoztam a férfi oktatókkal, és akkor valahogy így rögtön eldöntöttem, hogy jó, én velem senki ne üvöltözzön, én nem akarom, én rám senki ne szóljon rám durván, hogyha 20-szor nem tudom, én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy én a saját pénzemért egy türelmes és nyugodt oktatót szerettem volna választani, úgyhogy így. És mit gondolnak, milyen sofőrnek látják a nők a férfiakat? Vagy kiket látnak ügyesebbnek a volánnál? Judit szerint ez nem a nemeken múlik. Az, akinek gyereke van, például legtöbb nőnek van, induljunk ki ebből, az másképp kezd el gondolkodni, mint egy macsó, mert a férfiakra mondjuk az, hogy macsó, másképp vezet. Nem annyira fontos a sietés, nem annyira fontos az, hogy én ki vagyok az úton, én vagyok a király az úton. Tehát mindezek a szempontok, amik a férfiaknál inkább előtérbe kerülnek, a nőknél nem. És ezáltal talán kiegyensúlyozottabb a vezetési stílusuk.
egy példát tudok mondani, aki szerintem mindenkinek példa lehet. Mihály Schumacher azt mondta, hogy amióta megvannak a gyerekei, azóta teljesen máshogy vezetett a versenypályákon is. Amikor még nem voltak gyerekei, akkor neki ott kezdődött a féknyoma, ahol a többieknek már véget ért a kanyar előtt. Amióta vannak gyerekek, azóta felelősség teljesebben, és nem megy bele kockázatos helyzetekbe. És a végére még adósak vagyunk. Íme a kitartó sárga autós sofőr végre leparkolt. Így. És persze a videónak vége, mielőtt kiszállna a sofőr. Ami biztos, rá is ráférne egy türelmes oktató segítsége, akár nő, akár férfi volt az illető. És a végére egy kis időutazás. Az elektromos autónál is környezetkímélőbb, 360 kg tömegű, és tulajdonosa bármikor megjavíthatja. Igazi terepjáró, amivel bárhol lehet közlekedni, és még benzin se kell bele. A lovas szekérről van szó. Hihetetlen, de Románia szerte még mindig 700 ezer szekérnek van forgalmi engedélye. Az egyik legősibb jármű még mindig nagyon népszerű Romániában. Az egyik moldvai megyében több mint 44 ezer fogatot tartanak nyilván. A Márifalvi Pap András most szerves trágyát hord a földjére. Ő már gyermekkorában vezetett szekeret, a jelenlegit 20 éve vásárolta. Karbantartása nagyon egyszerű. Zsírozni kell rendszeresen, hogy a csapaj ne süljenek le, ki kell bontani, meg kell zsírozni, a kottyanáson ki kell venni. A gumik azok legyenek legalább 2-3 légkör, 3-4, máig milyen bírja. Dárbíró képes, már nem egyformák a szekerek. Pap András egy lovas szekerét Zsuzsi mozgatja. A 10 éves kanca ereje és a szekér állapota is számít a jármű teherbírásának kiszámításakor. Egy ló után 10-15, kettő után lehet 20-25-30. Olyan is van, aki 40-t rak fel méterfából, felrak 5-6 méterfát, az már 40 van. Néhány évtizede még fából készült a szekér legtöbb alkatrésze, ma már a teherbíróbb vas vette át a szerepet. Ez a rugó például a rudat tartja, megkönnyítve a ló munkáját. Ez a rövidebb pedig a rakonca, amelyet lehet magasítani is. A rakomány szétcsúszását, leborulását akadályozza meg. A rakoncátlan szavunk innen ered. Ezen a szekéren használtan vásárolt Dacia felnik és gumik vannak. Jelenlegi értéke alig haladja meg a 200 eurót. A két ló pedig 1500 eurót ér, jónak számítanak. Engedelmesen figyelnek vezetőjük parancsaira. A balnak azt mondom, hogy csá, és akkor menjünk jobbra, és a jobb felelőnek mondom, hajtsz, akkor menjünk arra az út közepe felé. És 20 euró hallgatnak, kettszintésre vagy szólításra, nevükről indulnak, és csinálják, betört lovak, csinálják a dögókat. A 68 éves Péter Mátyás kovácsként és lakatosként dolgozik. Műhelyében több évtizede készülnek szekerek. Igaz, az utóbbi időben inkább saját tervezésű körfűrészeket gyárt a mester. Ezt a szekeret idén januárban fejezte be. Könnyen elképzelhető, hogy jelenleg ez Románia egyik legjobb lóvontatta járműve. Az ára több mint négyszerese egy átlagos szekérnek. Röngszállításra használják, ezért hiányoznak róla a deszka alkatrészek. A rúdon futó automata fékrendszer Péter Mátyás találmánya. A lónak a hamba ezt bekötik, ső meghúzintja a fékkort, és így fog automatikusan. Amikor nem kell fogjon, akkor a rúgó visszahúzza, és nem féke. Nagyon hatékony, nagyon fog bármilyen lejtőn le lehet ereszkedni vele. Az első és hátsó szalagfék mellett egy másik mechanikus eszköz segíti a biztonságos teherszállítást. Ezt szintén Péter Mátyás alkalmazta először. Amikor majd ő megy hágóra, nagy hágóra, megy terüve, akkor van egy úgynevezett kecetelő, hegytámasz. Ezt őt bevetem, és ne láss, ne csúszik a kerék. Tehát lefogja a kereket, hogy ne tudjon hátrafele menni. A mester egyéb tartozékokra is gondolt, két fejszetartó és pótpatkó jár az extra felszereltséghez. Ősi megoldásnak számít az egyik legérdekesebb alkatrész. A nyújtórúd segítségével a tengelytávot lehet növelni.
Az utóbbi időben viszont egyre inkább szűkül a szekerek mozgástere. Nemrég tiltották be a fővárosban a behajtást, természetesen autópályákon és országutakon sem járhatnak fogatok. Vezetésükhöz egyébként nem szükséges szakvizsga és jogosítvány sem. A lóvontatta járműveket az útpatkájához közel, minél inkább a közút jobb oldalán kell vezetni. A vezetőknél kell legyen a személyi igazolvány, a jármű forgalmi engedélye és a rendszám is kötelező. Természetesen nem vezethetnek alkohol hatása alatt. Estétől reggelig, vagy pedig rossz látási viszonyok esetén fényvisszaverő elemekkel is el kell látni ruházatukat. Sötétben lámpával is világítania kell a vezetőnek, a mulasztásokat pedig szigorúan büntetik. A pénzbírság elérheti a 400 eurót, súlyos esetben akár a járművet is elkobozhatják a rendőrök. Ez volt már a Közlekedés 21, köszönöm a figyelmüket. Legközelebb decemberben találkozunk. Addig is műsorunkat visszanézhetik a Facebookon vagy a weboldalunkon. Viszontlátásra!